Sziasztok, Zolán vagyok, köszöntelek a csatornán, a mai videóban Mix kártyaháború lesz Mr. ellen. Hello mindenki! Ilyet még úgyse csináltunk. Ja, hát egész durva lesz ez, hiszen mint látom van a régi 22-es és a Apple Edition. Régi, hát ez sem a régi, de ugye ennek lett egy turbózott változata, ami itt van. Apple Edition. Na de hogy is tesz ez a csata, Zolán? Úgy lesz, hogy te kapsz kettőt az Apple Editionből és a simából. Ja, szóval mixelünk 4-4 csomag, ugye kettő ilyen, kettő olyan, értem igen. Akkor. Tehát kérek szépen kettő csomagot az update-ből, az, meg az lesz az én kis... És akkor én is kérek kettőt a simából. Na jó, hát akkor ez a kettő közéből, okay. Ne, itt van, tessék, Szóval lesz kettő ilyen, kettő olyan kis brutális csapatom, csatám, kártyám, izém, minden, így körbefogtam őket, de jól néznek ki majdnem, hogy nem. Na szóval a szabály a következő, most az nyer, aki ritkább lapot nyit, igen. Igaz? Igen. Én kezdek egy simával majd, nem tudom ki kezd kettő közül. Kezdhetek én újra, igen. Ismét én kezdek. Na akkor nézzük ezt az update csomag. Update, az a sima csomag, bocsánat. Fehérváros csomagunk van, amit most megkezdünk a varázsoló segítségével, meg is indul a bontás, a csatánk, a háborunk. Nézzük, hogy... Mi fog ebből kisülni, hiszen ebben már lehet nyitni Invincible-t is, tehát ha nyitom az Invincible-t, váratottan leszek. Firmino, Coman, következő pedig egy Savic, Virgil van Dijk, Liverpoolból, és az első egy De Jong, Magician, aztán következik egy Ryan Havertz. Ez egy Mahrez. Márhez tényleg, hát igen, valamit összekutyultam, de a lényeg, hogy kettő kis fenszem van, igaz? Tényleg egy csomaggal. Maradjon Luke de Jong itt addig elől. Én is egy simával jövök. Ő is egy simával, hát akkor jövök az átvittalmú vissza. Lewandowski teammate-be. Leva itt van. Lewandowski. Kamara. Toni Kroos. Korona. Nézzük az elsőt, De Paul, és egy Dembélé. Ta minden itt neki. Azt hiszem, nem volt meg. Dembélé, gold. Ugye ez egy gold, game changer. Ez három pontos. Szóval ő most vezet egy ponttal. Na de nézzük, hogy tudok egyenlíteni az update-tal. Topmaster-rel. Nyitok egy Lionel Messi-t ismét. Mondjuk most Pedri kell, igaz? Tehát mindegy, örülök, hogy nyitok bárkit is. Ronaldo Wintersztárt fog kinyitni, ez most kiürült, na nézzük is, akkor az elsőnk pedig egy Florenzi, az update-ből, azokat ugye külön teszem, Shaqiri, Ziyech, Thiago, igaz? Igen. És az első csillogósunk pedig egy Impact Signing Malen, következő pedig egy, na ki lesz ez, ki lesz ez? Rámagnoli Captain kártyája. Hát Zalán, a kamera rendszert is leszettük közben. Na, Rámagnoli itt van velünk, de sajnos Dembélének köszönhetően Zalán vezet, és akkor te jössz Zalán, hadd nézzük ezt a háborút, ki fogja nyerni. Invincible-t még nyithatok. Itt lesz egy magyar, Szendrei Norbert. Az igen, ő hiába. Megvan? Hát nem tudom mindezeket még annyira. Éder Militao. Vázquez. Mudrik, Nico, ebben csillagos lesz, Azpilicueta a fans favorite. Hát igen, Azpilicueta a fans favorite, vagy captain, vagy mi ez, nem? Fans favorite-t most te, mondtál. Most te vezetsz, nem Mr.? Azt mondjad, hogy már lenne egy elő. Amúgy jól néz ki, nagyon ez a kártya, de tényleg nem tetszik. Ez a Borussia Dortmundos, csillagos, villagos. Na de az akkor most jöhet ismételten egy sima 22-es csomag, aminek köszönhetően most meg fogjuk szeretni a vezetést, hiszen ebben garantáltan Invincible kell, hogy legyen. Luke Shaw, ebben nincs Invincible, Mr. Hogy nincs, alá nézzük. Hogy ez meg... Azért mondom. Ez a sima... Luke Shaw, ez a sima, ebben lesz Invincible, ja, tuti. Go... Bruno, hát... Dantinho. Lopez. És akkor kettő csillagos, aztán... Nincs meg. Sergio Ramos titán kártyája, ami nagyon jól néz ki, de sajnos nem vezetek, és a következő pedig ki lehet egy Rabiot. Hát most már csak az update-tal nyerhetnék.
valami különlegessel az alán még mindig vezet, na nézzük. Nyitok egy Abit Editiont, még egyszer. Az a baj, nyiss egy Abit Editiont. Az a baj, hogy te Captainnek köszönhetően nagyon vezetni fogsz, ha most úgy van, na nézzük. Alex Tell lesz. Nem kell lesz, na nézzük. Upamecano, Kondogbia, Tonali, nézzük. Cristiano Ronaldo ötödjére. Ötödször, srácok, Ronaldóból tele vagyunk. Nagyon, igen, nagyon szeret minket, de a Winter Star-ja nem jön, nézzük. De jól néz ki, basszus. Impact signing, release, ezek az impact signing-ok most nagyon durván el vannak találva. Ronaldo már ötödjére jön, srácok. Igen, nagyon szeret. És elérkeztünk az utolsó update-hez. Nézzük, hogy sikerül nyitnunk valamiért. Vagy egy kis Winter Star-ra kiegyenlítek. És volt, akkor döntetlen. Winter Star küllene. Na nézzük is, ki lesz itt. Antonio. Következő Keita. Őt követi Kane. Aztán pedig Moting. Csupa Moting, halljátok. Na nézzük, ezeket ide tesszük a teammateket. És nézzük, azaz! Dusan Tadić, de ő megvan, nem? Nem, az utolsó. Winter Star, akkor nincs meg. És az Marquinhos, Captain kártyája. Na, csak kiegyenlítettünk azért, gyerekek. Na nézzük, mit hitt Zahán. Nyerhetek egy golddal. Igen, egy golddal nyered, meg egy rérrel, meg ilyenekkel. Invincible-el is, szóval egyenlít is egyelőre. Mi Invincible-el akkor már nyerek? Igen, na nézzük. Griezmann, Anthony, Alisson, Remix Kovacic, és Gabriel Jesus, és egy Luis Suarez. Dominator, aminek köszönhet, ez most döntetlen csata lesz. Igen, döntetlen. Hiszen ugye van egy Winter Star, és egy neki van egy Game Changer, ugye, a régi szériában, és az újban egy Winter Star, és a többi kártyák megegyezik teljesen, tehát nagyon durva döntetlen lett. Nem, gratulálok. Neked, nem, neked Mr. 3 powered van. És? És nekem 2 van. Van itt még más is, nézd csak. Nekem is van... De lényeg döntetlen, nem? Vagy hogyan van? Döntetlen. Igaz? Ez egy erős döntetlened, nem? Vagy... Nem tudom. Srácok, hát ez érdekesen alakult. Valószínűleg döntetlen, úgyhogy gratulálok az Alának, de azért kommentben írjátok meg, hogy ki szerintetek ki nyerte, és melyik szériát szerettek jobban, az update-et, vagy az eredeti? Mondjuk az update-et könnyebb kigyűjteni, hiszen kevesebből áll. 160. Kevesebből áll, és egész jól ezek a kártyák. Viszont mi, ugye mind a kettőt kigyűjtve egy nagyon komoly kis kollekció kapsz. Igen. Gyerekek, megint jó csatát sikerült vívnunk, döntetlen lett. És Ronaldo már ötödjére jött, srácok. És a Wintertől meg sehol se. Ronaldo fanszét nagyon szeret minket. Szóval gyerekek, ennyi is lett volna már ez a kártya mix csatánk. Remélem, hogy tetszett nektek. A tetszett a videó, kérjétek egy lájkot. És iratkozz fel, csatra nem tetted volna. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!